Mai adásunkban Pócs Petribe látogatunk el, és felidézzük az úgynevezett Pócs Petri ügyet, megemlékezünk a koncepciós perben halálra vagy hosszú börtönre ítélt áldozatokról. A most több mint 1600 lelkes község 1948-ban került az országos figyelem középpontjába az iskolák államosítása kapcsán. Az erről szóló rendelettervezetet május 5-én Ortutai Gyula, vallásügyi és közoktatási miniszter jelentette be. Iskoláinak elvesztését a legtöbb egyház tudomásul vette, azonban a katolikus egyház élén Mindszenty József bíborossal ellenállt. Ennek hatására Pócs Petriben is szervezkedni kezdtek annak érdekében, hogy a helyi egyházi iskolát ne szüntessék meg. Június 3-án Asztalos János helyi plébános felhívására az esti litánia után több száz hívő vonult a jelenlegi községháza épülethez, ahol az iskola államosításáról dönteni hivatott képviselőtestület ülésezett. Az ellenük kivezényelt rendőrök egyikének a kezében dulakodás közben elsült a fegyver, halálra sebesítve az egyenruhást. A kommunista hatalom a balesetet gyilkosságként értelmezve példát akart statuálni, a községet megszállta a rendőrség és az ávó, kijárási tilalmat rendeltek el, a lakók közül több embert még aznap előállítottak és letartóztattak, bántalmazással kényszerítve őket vallomást ételre. Rajk László belügyminiszter, Péter Gábor az ávó, majd az AVH vezetője és Kádár János akkori belügyminiszter is a helyszínen járt, és utasításokkal látták el a nyomozásban, majd az ítélet meghozatalban a résztvevőket. Pócs Petrit innentől kezdve a rendszerváltásig az egész országban rendőrgyilkos falunak bélyegezték. A szerény, békés emberek a délutáni litániáról hazatérve a községházán éppen akkor tanácskozó képviselő testület, tehát szerették volna meggyőzni, bár ez köztudott lehetett, hogy ezt nem lehetett, hogy nem hagyják az egyházi iskolájukat államosítani. Ezt tudni kell, hogy a Pócs Petriben akkoriban 2300 lelkes település volt, egy vasárnapi litániára több mint 300-an mentek el. Egy délelőtti szentmisén 1000-1100 ember volt ebbe a kis templomba, amit a mögöttünk van. Egy ilyen békés litánia után úgy írták a korabeli sajtók, hogy felfegyverkezve jöttek a Pócs Petriek. Hát elmondhatjuk, hogy imakönyvvel és a szentséges olvasóval voltak felfegyverkezve. Egyházi énekeket énekeltek, úgy jöttek ide a községháza elébe szerényen tiltakozni, hogy nem hagyjuk a egyházi iskolánkat. A kivezényelt rendőr útjuk bár, tehát nem akarta fölengedni a lépcsőnőket, a csőre töltött fegyvere elsült, saját fegyvere által, baleset által meghalt. Elindult egy olyan pokoljárás Pócs Petriben, hogy elmondhatjuk, hogy végverték az egész falut. Nagyapámtól tudom, sokszor könnyezve mesélte, bár nem mertek róla beszélni, hogy a községházán körbeálltak, ők 30-40 évesek voltak akkoriban, és fél lábon állva a tarkóra, tehát kézzel ütötték őket, vallatták, hogy ki mit csinált, ki milyen bűnnek volt a részese. Aki nem bírta tovább, akkor azt addig ütötték, míg teljesen kikészült, míg eszméletét vesztette. Nagyon megszenvedték azok az emberek, akiket azonnal elvittek Budapestre, ugye az Andrássy útra, vagy a Markó utcába. Ott is folytatódott a vallatás, az ütlegelés. Erre külön kivezényelt ütőverőlegények voltak Pócs Petribe is. Azt nem is kell mondani, hogy 300 ávós lepte el a települést. Lezárták hermetikusan a községet, tehát segélyesebben nem lehetett jönni ez idő alatt. Kádár János, később belügyminiszter is kint járt a településen, és ő irányította az egész vallatásokat. Megrettentő példakép volt, hogy a rendőrzászlóst itt ravatalozták föl a templom előtt, és jönni kellett a Pócs Petri embereknek koszorúval, és kegyeletüket, imádsággal kellett úgymond bűntudatokat kifejezni, hogy itt meghalt egy rendőr, pedig nem sok közük volt, mert baleset volt az egész.
A kommunista párt azonban nem így látta. A budapesti rögtönítélő bíróság július 11-én kihirdetett ítéletében Asztalos János plébánost és Királyfalvi Miklóst, a település segédjegyzőjét halálbüntetéssel sújtották. Som Istvánt, tanítót életfogytiglani fegyházbüntetésre, Kremper Ferenc napszámost 12 évi, Vitéz Gábor helyi lakost pedig 10 évi fegyházbüntetésre ítélték. Királyfalvit még aznap éjjel felakasztották, a plébános halálbüntetését életfogytig tartó fegyházbüntetésre változtatták. Szeptemberben a település további 18 lakóját ítélték fogházbüntetésre, majd elkezdődött a katolikus egyház módszeres ellehetetlenítése. A papság azonban nem adta fel, Pócs Petri a következő évtizedekben több papot nevelt ki, egyikük Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Sajnos még emlékszem rá, bár jóval később születtem, több mint 10 évvel az események után, de gyerekként is, és már tinédzserként, középiskolásként sajnos újra és újra szembesülni kellett azzal, hogy megpecsételték a falu lakosságát. Nyilván úgy titokban volt egyfajta szimpátia is, de azt kevésbé merték az emberek megjeleníteni. Ha úgy kiderült, hogy Pócs Petriből származ, akkor mindjárt olyan halkan, elhalkuló hangon próbáltak érdeklődni, hogy azóta milyen dolgok történtek a településen. És hát ne felejtsük el, hogy bizony az előttem lévő generációnak egyáltalán a főiskolai egyetemi tanulás is tiltva volt, pusztán azért, mert erről a településről származtak. Vagy egyházi iskolába mentem tovább tanulni, és hát bizony ezért kaptam néhány kellemetlen dolgot, és gyerekként átélni azokat nem volt örömteli esemény, de hála Istennek elég erőt kaptam a szüleimtől, a környezetemtől ahhoz, hogy ez nem tudott mondjuk megrémiszteni, vagy nem tudott semmiféle félelmet ébreszteni bennem, pedig próbálták egyesek ezt fölébreszteni. Azt gondolom, hogy igaz itt is, amit általában is szoktunk mondani, hogy a család a hitnek a továbbadója, a szülők. Erre a környezet, illetve a pap, a hitoktató csak rá tud segíteni, de a szülőkön múlik döntő részt a nevelés, és úgy gondolom, hogy ismerve kortársaimat, én korosztályom körül élteket és ismerve a mostani sorsukat, egyértelműen az bizonyosodik be, hogy ahol a család erős hitű családként élt, ott a gyerekek is megmaradtak a vallásnak az útján. De természetesen ahhoz azért kellett ez a közeg is, ahol én is itt fölnőhettem a faluban, ahol a vallásosság az abszolút természetes volt, és mindenki számára egyértelmű volt, hogy a vasárnap az vasárnap, a szentmise az szentmise, a zarándoklat az zarándoklat, tehát azt gondolom, hogy az a társadalmi közeg is sokat segített abban, hogy a családban kapott nevelési élményeket ők is tovább tudták fokozni, erősíteni benne. Volt apám, volt anyám, volt Istenem, volt hazám, volt bölcsőm, lesz szemfedőm, volt csókom, volt szeretőm. Pócs Petri minden évben megemlékezik az 1948-ban történt események áldozatairól. Az idei viszont különleges ünnepség volt, hiszen több százan rótták le kegyeletüket az újra temetett Királyfalvi Miklós előtt. A segédjegyző holttestét a halálos ítélet végrehajtása után a Rákoskeresztúri köztemető 298-as parcellájába egy jeltelen sírba földelték el, Hanvait egy hosszas rehabilitációs eljárás után csak most sikerült szülőhelyén örök nyugalomra helyezni. A meghurcolt falu lakói csak 1990-ben könnyebbülhettek meg,
A perújítási folyamat eredményeként Asztalos Jánost és Királyfalvi Miklóst és rá 3 évre valamennyi elítéltet felmentette, majd újabb évtized elteltével az egyéni kárpótlásokra is sor kerülhetett. Elkezdődött egy folyamat már a 80-as években Ember Judit Pózs Peti című filmével, ami feldolgozta a 48-as eseményeket, és még az akkor élő szemtanúkat, részvevőket, elítélteket meg tudta szólaltatni nagy nehezen, illetve a Helmeci László által képviselt per újrafelvételben, ahol kimondták, hogy Pózs Peti nép nem bűnös, nem rendőrgyilkos település, tehát ezeket a bűnöket nem követték el. Mi is megélhettük azt, mikor középiskolába mentünk, úgy azonosítottak be bennünket, vagy katonaságnál, hogy az a Pózs Peti, ahol megölték a rendőrt, tehát a rendőrgyilkos település. Tehát bélyegét teljesen rendszerváltásig viselte a település, mint ahogy itt elhangzott a megemlékező ünnepségen is, még a futballpályánkat is felszántották, adtak egy legelőt, és csináltak abból futballpályát. A Pózs Peti nép megmutatta, hogy csinált belőle egy olyan futballpályát, hogy most is meg lehet tekinteni, nincs aktív futballcsapat, de pázsitszerű a gyepe, tehát összefogással nagyon sok mindent el tudunk érni, és ez nagyon nagy összefogással jött létre a mai rendezvényünk is, aminek a mottoja az volt, hogy emlékezünk, hogy emlékeztessünk, hogy ilyen ne fordulhasson a jövőben elő. Az ünnepségen több országos és megyei politikus is megjelent. Többen közülük jó ismerői voltak a Pózs Peti ügynek. Az ünnepi istentiszteletet követően Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes köszöntését tolmácsolva, Csallóközi Zoltán kabinetfőnök azt mondta, 1989 után az értékek a helyükre kerültek, a rendszer áldozatait már igazi példaképként lehet tisztelni. A megyei közgyűlés elnöke szerint minden nemzedéknek meg kell ismernie Pózs Peti történetét. Som István tanító úr példáján keresztül sokan úgy ismertük, úgy tiszteltük, mint Pista bácsit. Rajta keresztül egy olyan tiszta embert ismerhettem meg, akik keresztül azt gondolom, hogy ráláttam a Pózs Peti történésekre is. Sokat beszéltünk is erről az eseménysorról, hiszen nem azok szenvedték meg csak, idézőjelben, akiket halálra ítéltek, mint Királyfalvi Miklós, akinek most az újratemetésén vehetünk részt, vagy hosszú börtönbüntetést szenvedtek el, hanem az egész település, az egész közösség meg volt bélyegezve, úgynevezett rendőrgyilkos falunak volt titulálva, és hát ezen kell javítanunk, ezen kell alakítanunk, ezen a szemléletmódon, illetve ezen a szemléleten az elmúlt 25 évben, és hát még mindig volt adósságunk ezek szerint a újratemetéssel, de ez azt gondolom, hogy ez méltó megnyugvást ad a Pózs Petieknek is, és én már büszkén mondhatják magukat Pózs Petinek, és ezen keresztül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek is osztozhatnak az ő dicsőségükben, az ő büszkeségükben, hiszen kiálltak a hitükért, az országukért, a hazájukért. Tovább kell adni minden nemzedéknek, nemzedékről nemzedékre az eseménysort, ennek a tanulságait, magát a történéseket, és nemzedékről nemzedékre el kell mondani. Körösét Pózs Petriben a helyi identitásnak azt gondolom, hogy komoly része, oszlopa ez az eseménysor. Büszkeségre adókat az itteneknek, a gyerekeknek is látott, milyen szép emlékműsorral készültek a helyiek az eseményre. Tehát a továbbadás, az emlékezés az minden nemzedéknek kötelessége, illetve arra is emlékeztetett bennünket, hogy vannak a világnak olyan részei, ahol most is van keresztény üldözés, nem is olyan messze tőlünk, és ne adja Isten, hogy így legyen, de ez előfordulhat akár a következő évszázadokban itt Magyarországon is. A rehabilitációs eljárás folytatásaként a tragikus események helyszínét, a korabeli Irinyi kúriát, azaz a polgármesteri hivatal épületét történelmi emlékhelyé szeretnék nyilvánítani, valamint elkezdik fejlesztését is.